Az önbizalom és a kitartás kétség kívül az a két jellemvonás, amelyek segítségével bármi elérhető az életben, amit csak szeretnénk. Az is igaz azonban, hogy ezeket a tulajdonságokat gyakran elérhetetlennek tartjuk, mert valóban nehéz megszerezni, és még annál is nehezebb kellőképpen megerősíteni őket. Az önbizalom és a kitartás elég szorosan összefüggnek, hiszen nem lehetünk elég kitartóak, ha az önbizalmunk gyengélkedik. És fordítva is igaz, minél kisebb az önbizalmunk, annál hamarabb feladunk dolgokat, annál kevésbé vagyunk kitartóak. Tehát a legjobb az, ha mindkettőt egyszerre próbáljuk megerősíteni. A gond az, hogy minél inkább arra összpontosítunk, hogy meg akarjuk erősíteni az önbizalmunkat, vagy a kitartásunkat, annál inkább igazoljuk saját magunknak az ellenkezőjét, hogy nem vagyunk elég magabiztosak vagy kitartóak. Elég nehéz lesz ezt az ellentmondást leküzdeni, ha csak nem vetünk be egy trükköt. A trükk pedig nagyon egyszerű. Heti egyetlen alkalommal, egy percig álljunk be a hideg zuhany alá. A hideg zuhany kellemetlen. Tehát komoly akaraterőre van szükségünk, hogy megtegyük. Az elménk hevesen tiltakozni fog ellene, mert szó nem esik jól. Azonban felül kell kerekednünk azon, amit az elménk diktál, és azt kell tennünk, amit mi szeretnénk. Erős, magabiztos, kitartó emberek szeretnénk lenni. Tehát meg kell mutatnunk az elménknek, hogy nem ő az erősebb, hanem mi, és a mi akaratunk. Ha csupán ezt az egy dolgot rendszeresen megtesszük, rövidesen megtapasztaljuk, hogy mekkora pozitív hatással lesz az életünk más területeire is. A döntés, hogy szembenézzünk a kellemetlennel, az önbizalmunkat erősíti. Attól meg, hogy bírjuk egy percig, és hogy megtesszük újra hétről hétre, kitartóbbak leszünk. Sikert és boldogságot!